Köszöntök mindenkit az Óbudai Megfigyelő Kertből. A kert kajszifája előtt állok, de akár állhatnék a szilva, vagy valahol egy cseresznye megyfa előtt, őszi barack előtt is. Most a csonthéjasokról általában mondanék néhány dolgot. Nagyon különleges ez a 2019-es év, hiszen szárazon, melegen indult a tavasz, majd hirtelen átváltott csapadékosba és nagyon hűvösbe. Itt már egyszer filmeztük a terméssel jelentkező stigminát, ami a csonthéjasok levéllyukasztó betegsége, és ez most bizony a hűvös, nedves esők hatására megjelent a levélen is. Felmelegedést mondanak, ami sajnos nem jelent könnyebbséget a számunkra, mert a talajok Magyarországon szinte mindenhol 95-100%-ig telítettek a vízzel, tehát a meleg hatására megindul majd az a pára, ami újra folyamatos levélnedvességet biztosít, azaz a gombák újra terjedhetnek. Így van ez a stigminával, a gnomóniával és az egyéb levélbetegségekkel is. Itt a kajszinál engedélyezett például a szignum, a topáz, a miltok speciál és a finom örlésű és az újabb molekula szerkezetű részkészítmények között is van jó néhány, ami már csonthéjasokban is mehet, akár a szilvában, cseresznyében, megyben, de az őszi barasznál is van már engedélyezett készítmény, ilyen például a kuproxát FV. A virágfertőző monilia nem jelentkezett súlyos gonddal, a kajszín mégis találunk egy-két olyan kis veszőt, ami feltételezhetően monilia, és feltételezhetően az idei fertőzésből indult ki. De szerencsére megúsztuk, nem ez a helyzet a gyümölcsfertőző moníliával, ami az összes felsorolt csonthéjason egyre nagyobb gondot okoz. Nem is csodálkozom ezen, hiszen viharok tépázták a gyümölcsöket, sértették fel a külső bőrszövetet, és itt vannak az állati kártevők is, amik rágják, fúrják ezeket a gyümölcsöket, tehát a kinyíló bőrfelületen keresztül behatolhatnak a gombák, ebben az esetben a legnagyobb gondot a monilia okozza. Erre is megvannak az engedélyezett készítmények, a switch, a topáz, vagy a mankocep hatóanyagúak, amiket nem sorolok fel, mert olyan sok változatban kaphatóak. Talán a legismertebb, a legrégebbi a ditán, a tipikus képviselője ennek a csoportnak. A cseresznyénél külön érdemes szólni a cseresznyelégyről. Úgy tűnt, hogy eltűntek ezekkel az esős csapadékos napokkal, és annál inkább meglepetésként ért az, hogy az országos előrejelző hálózatunkban például Budakalász Pomázon 5-ről 44-re ugrott fel múlt szerdára a számuk, míg a Beregsorányi Beregszászi megfigyelő körzetben 0-ról 68-ra ugrott fel a cseresznyelégy fajok száma. Két faj garázdálkodik már nálunk. Sajnos nem egyszerre kezdik a rajzásukat, elhúzódik a rajzásuk, tehát bizony a kései medgyet is veszélyeztetik ezek a cseresznyelegyek. Vannak engedélyezett készítmények, a mospilán és annak a névváltozatai kéthetes élelmezés egészségügyi várakozási idővel rendelkeznek, a karate viszont ez csak egy kontakt, ellentétben a felszívódó mospilánnal, ez 3 napos. Tehát ha valaki úgy látja, hogy a saját cseresznyéje már néhány nap múlva, egy hét múlva beérik, akkor már csak a karatével tud ismételgetni, és ezzel tudja elpusztítani és elriasztani ezeket a nagy kárt okozó legyeket. 2 fényképet is látnak a honlapon, a cseresznyelégynek a gyümölcsbe való nyöveit jól ismerik, a másik pedig az a sárga lap, amivel mindenki legjobban a saját kertjébe tudja mérni azt, hogy megjelent-e már a légy. Ez az országos hálózatunk, tehát egy általános tájékoztatót ad önöknek. Sok sikert kívánok!